Sziasztok, ez itt a Hello Prága, Csehországba utazók YouTube csatornája. Érdekességek, látnivalók magyaroktól, magyaroknak, innen Csehországból. A mai videónkban Český Krumlovba fogunk elutazni busszal. Nézd, mennyi a idő. Menjünk? Ez jó volt. És már indulunk is, de a péntek délutáni csúcsforgalomba kinek van kedve autót vezetni? Ezért is döntöttünk úgy, hogy most autóbusszal megyünk. Az út Krumlovba kb. 2 óra 45 perc. Ez bizony elég soknak tűnik, de ez a 180 km autóval sem sokkal gyorsabb. Az úti költség pedig busszal szinte annyi sincs, mint a parkolási díj, amit Krumlovban kellene fizetni, ha autóval megyünk. Akik már régen ültek távolsági autóbuszon, azok gondolom most csodálkoznak. Italautomata van, üléshez saját képernyő, ahol többféle film és játék közül lehet választani, napilapok, és ingyenes wifi is van. Amúgy, ha valaki Budapestről Prágába akar jönni, már évek óta hasonló, modern autóbuszok közlekednek. Mire Krumlovba értünk, szinte már teljesen besötétedett. Május van, még nincsen nagyon késő, így még be tudjuk járni a belváros utcáit. Középkori hangulat, a kivilágított város látványa, az emberek jó hangulata el is felejtette az utazás fáradtságát. Aztán vacsora az egyik kedvenc helyünkön, és már megyünk is vissza a szállásunkra, hogy másnap frissült erővel felfedezhessük és bemutathassuk nektek Český Krumlovot. Ono tyto tyko! A mai videónkban Český Krumlovot mutatjuk be nektek, amit meg lehet nézni másfél-két óra alatt. Kiruccanásunkat két videóban foglaltuk össze. Ebben a videóban azoknak adunk ízelítőt a város szépségéből, hangulatából, akik csak néhány órára állnak meg Český Krumlovban. Ez a megálló lehet úton hazafelé, vagy úton Prága felé is, még akkor is, ha nem esik teljesen útba, és kitérőt kell tenni. A következő videóban, amit majd ez követ, pedig azoknak fogunk tippeket adni, akik egy egész napot vagy akár többet is itt töltenek. Az biztos, mind a két videót nézzétek meg, írjátok le a hozzászólásokban, nektek milyen élményetek volt itt Český Krumlovban. Link a második részhez a leírásban található. A történelmi belváros egy igazi műalkotás, amely reneszánsz és barokk stílusban pompázik. Azon kevés helyek egyike, melyek idővel is megőrizték eredeti szépségüket. A város túlzás nélkül egyfajta időutazásra invitál, és azoknak, akik csak másfél-két óra jut a városnézésre, azt ajánljuk, hogy minél többet sétáljanak a város szűk utcaiban, fedezzék fel a sikátorokat és a rejtett udvarokat, a belső kerteket, és nyugodtan tévedjetek el, nem kell megijedni. Előbb-utóbb úgyis kilukadtok majd valahol, vagy a főtéren, vagy a várkastélyban, esetleg feltűnik Krumlov jelképe a torony a láthatáron, amiből be tudjátok azonosítani, merre fel is kell tovább mennetek. Český Krumlov és a több száz éves épületek magukért beszélnek. Belépős programra nem nagyon van lehetőség időhiányában, de majd legközelebb az is belefér. Érdemes a várkastélyt és annak udvarait is megnézni, majd innen folytatva a többszintes, úgynevezett Latrán-hídra is felmenni, és percekig csodálni a panorámát. Ha másért nem, ezért a kilátásért érdemes megállni. Nagyon szükség, mi? Hát, mi klasszikusnál maradunk. Jó, akkor mondjuk. Reméljük tetszett ez a videónk is. Ha tetszett, iratkozzatok fel erre a csatornára, lájkoljátok ezt a videót, és osszátok meg a ismerőseitekkel. Sziasztok! Ahoj!